a szegénységi küszöb alatt élő kunhegyesi családok ruhákat, melegételt és más adományokat is kaptak a Híd gyülekezete szeretett szolgálatától. Helyiek szerint minden segítségre szükség van, mert van olyan család, ahol 60-65 ezer forint jut csak egy hónapra a három családtagra. Munkalehetőség alig van, többek számára a közmunka az egyetlen lehetőség. Alig fér fel a régi kemping biciklire a sok adomány. 100 szegény sorsú kunhegyesi család körülbelül 400 ember kapott ma ruhákat, használati tárgyakat. Pulóverok vannak drágák. Kunhegyesen 8000-en laknak, közülük sokan a szegénységük küszöb alatt élnek. Sajnos átlag fölötti munkanélküliséggel küzdünk, rendszerváltozás óta folyamatosan. Főként mezőgazdasági jellegű település vagyunk. Nehéz meghonosítani a hagyományos ipari jellegű tevékenységeket. Az úthálózat ugyanis elavult, a logisztikai nehézségek miatt pedig minden igyekezet ellenére nehéz ide befektetőket hozni, így munkalehetőség sincs túl sok. Király Hajnalkáig hárman vannak, de csak az édesanyja tud dolgozni. Anyu kap 50-et, 51 néhányet, én meg 13 ezer hetet, mivel egyedül nevelem a lányom. És ebből hogy lehet kijönni? Nehezen, szűkösen. Nagyon be kell osztani mindent. Nagy Zoltán a Híd gyülekezete szeretett szolgálatának önkéntese. Azt mondja, ő is szegény családból származik. Úgy érzi, hogy most, hogy van lehetősége, visszaadhat valamit abból, amit annak idején kaptak. Amikor látjuk, hogy mellettünk lévők szegénységben vannak, akkor azokat segíteni kell, hogy érezzék, hogy valakik gondoskodnak róluk, valakik mellettük állnak. Most több mint fél tonna friss gyümölcsöt, melegételt, háztartási cikkeket, játékokat és egy tonna szaloncukrot is szétosztottak Kunhegyesen. Az itteni adomány azonban csak a jéghegy csúcsa. Az elmúlt időszakban sok helyen sokaknak segített a szeretett szolgálat. A téli időszak ugye kiemelten fontos a rászoruló embertársaink megsegítése szempontjából, hiszen rengetegen nélkülözik a megfelelő ruházatot, illetve a meleg otthont. Éppen ezért a szeretett szolgálatunk ebben az időszakban különösen aktív, így a karácsony körüli időszakban mintegy 23,8 millió forint értékű adományt osztottunk széllyel. És a Híd gyülekezete szeretett szolgálatának önkéntesei folyamatosan látogatják a hajléktalanokat is. Egyebek mellett meleg teával, egészségügyi tanácsokkal, ruhával és néhány jó szóval is próbálják könnyebbé tenni az életüket.